Magyarország veszített. A tegnapi napon Nagy-Britániában meghozott döntésnek következményeként Magyarországon lassul a gazdasági növekedés. A következő évtizedekben kevesebb forrás érkezik uniós fejlesztési források gyanánt magyar településekre, és nyitva marad egy kérdés, hogy mi történik 300 ezer honfitársunkkal, akik Nagy-Britániában élnek és dolgoznak. Azt látjuk, hogy a mai nap okán a kormányok, Európai Uniós tagországok kormányai válságtanácskozásokat hívtak össze, a pénzügyi vezetők tanácskoznak, keresik a közös megoldást. Ma azt látom, hogy a miniszterelnök viszont arról beszél, hogy hogyan kösse össze a menekült kérdést Magyarországon a saját népszavazási kérdésével. Látszik, hogy Magyarországon egy legyengített és kiszolgáltatott helyzetben lévő ország nem lesz képes erős Magyarországgá válni, nem lesz képes biztonságos Magyarországgá válni, ha azon az úton halad, amelyet Orbán Viktor kijelölt a kormánya számára. Két népszavazásról van szó. Eddig azt mondtuk, hogy a kormány által kezdeményezett népszavazás nem más, mint a Fidesz hatalmának bebetonozásáról szóló kérdés. Tegnaptól új helyzet van. Tegnaptól világossá kell tenni, hogy a kormány népszavazási kezdeményezése az Európai Unióból történő kivezető út első állomása-e. Ezzel szemben a Magyar Szocialista Párt valódi népszavazási kérdése is arról szól, hogy bent maradunk, hogy erős Magyarországot és biztonságos és egy gazdaságában erős Magyarországot tudjunk építeni. Erről szól az a Nagy-Britániában meghozott döntés, ami tegnapi napon világossá vált, és a következményei tekintetében pedig Magyarországon felelős politikusok nem mehetnek el amellől a kérdés mellől. Hogy a kormány populista, demagóg politikája az elmúlt években a konfliktust, a háborút, a megosztottságot hozta Magyarországra az Európai Uniós vonatkozásban, az állandó Brüsszellel való harcolás, az ide vezet. Nagyon komoly árat fog fizetni Magyarország, hogy ezen az úton tovább halad. Most kell azt mondani, meg kell állítani a miniszterelnököt ezen az úton. Épésszel, józanésszel, tárgyalással, de el kell érni, hogy ne menjen tovább, mert nem ezt kívánja Magyarország érdeke. Nem ezt kívánja 4 millió létválságban lévő honfitársunk, és nem ezt kívánja 300 ezer magyar állampolgár Angliában.